toborzóközpontot nyitott a Magyar Honvédség, ezzel egy új területvédelmi tartalékos zászlóai alapjait fektette le Nagykanizsán június 10-én. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes a helyszínen elmondta, a magyar katonák helytállása a koronavírus járvány alatt még inkább növelte társadalmi elfogadottságokat és megbecsülésüket, a Magyar Honvédségbe szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonának jelentkezők száma pedig jelentősen megnőtt. Szó szerint ugrásszerű volt, 2,5-szer annyian jelentkeztek az év ebben a szakaszában, mint egyébként tavaly. Gyakorlatilag olyan 2500 jelentkező volt szerződéses katonának, abból 1400-an be is vállalták, és most már 900-an alkalmasnak is mutatkoztak, és megkezdték egyébként azt az alapkiképzést, ami szükséges ahhoz, hogy szerződéses katonák legyenek. Ez nem véletlen, hiszen ebben a vírusjárvány veszély leküzdésében, ennek az első szakaszának a sikeres megvívásában a Magyar Honvédség kiemelkedő és elengedhetetlen szerepet játszott, és ezt látják az emberek. Vonzó lett ma katonának lenni, ma tisztelet övezi a Magyar Honvédet, és ezért is van az, hogy egyre többen szeretnének részt venni. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a járvány első hulláma után a gazdaság újraindítását célzó programban a munkanélküliség felszámolásában kiemelt szerepet kap a Magyar Honvédség, amely jelenleg is az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb foglalkoztatója. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy akik most vesztették el a munkájukat, azok úgynevezett speciális önkéntes tartalékos szolgálatra tudjanak jelentkezni. Ez egy könnyített bejutást jelent, egy könnyebb orvosi vizsgálatról van szó, és nem is kérünk rögtön elköteleződést senkitől, hanem 6 hónapra kell jelentkezni. Van egy 6 hónapos alapkiképzés, ez alatt egyébként fizetést, bruttó 161 ezer forint havi juttatást kapnak, teljes ingyenes az ellátás, az étkezés és utazási költségtérítés is van. Az eseményen Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese elmondta, a helyszín kiválasztása az új toborzóközpont esetében nagyon is tudatos volt. A Nagykanizsai járásnak az a sajátossága, hogy egyébként Zala megye egy dinamikusan fejlődő térség, azonban ez a térség egy kicsit lemaradt, és így a munkanélküliségi ráta őszintén megvalva magasabb, mint az országos átlag. Ezt a lehetőséget a Honvédség kihasználva, észlelve, és maga a Nagykanizsai laktanya volt határőr laktanyának a bizonyos szintű üzemeltetéséből adódó feladatok miatt döntöttünk úgy, hogy itt nyitjuk meg a toborzópontot. A toborzópont már átadásakor megkezdte működését. Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Sifter Rózsa, Zala megyei kormány megbízott, valamint Balogh László, Nagykanizsa polgármestere. Az ünnepélyes megnyitó után került sor Csermák Tamás, középiskolai tanár, önkéntes területvédelmi tartalékos szerződés kötésére. A toborzópontnál Balogh László polgármester átadta Böröndi altábornagynak Nagykanizsa 1848-49-es szabadságharcos lobogójának másolatát, amelyet az újonnan nyitott irodában őriznek majd.